Köszöntöm Önöket, ez itt a Zöld közelben, a Rákosmente TV ökomagazinja. Felelős gazdiként kötelességünk gondoskodni arról, hogy a kis kedvencünk rendszeresen mozogjon. A hosszú séták alkalmával azonban szinte biztos, hogy összefutunk más négylábúakkal. De miképpen tudjuk elkerülni a konfliktusokat és a baleseteket, milyen szabályokkal érdemes tisztában lennünk, a mai adásunkat e témakörének szenteljük. Vendégem Óbert Mária, a Rákos Csabai Kutyaiskola vezetője. Köszöntelek a stúdióban. Szia, üdvözlöm a nézőket is. Szerencsére itt a kerületben több kutyafuttatót is igénybe vehetnek az állattartók, de mégis mi az, amit szem előtt kell tartani a gazdiknak már a belépés előtt? Hát azt gondolom, hogy mindenképpen szükséges körbenézni, hogy kitartózkodik egy kutyafuttatóban, és szükséges a saját kutyánkat is ismerni, hogy ahhoz az adott egyedhez be tudom-e vinni, vagy se. Mielőtt bemennék megkérdezni, ugye nemiséget is lehet kérdezni, békése az a kutya, stb., és akkor úgy megyek be, hogy előtte fölteszek egy kérdést, ha már vannak a futtatóba. Létezik nemleges válasz? Tehát valaki, aki a kutyafuttatóban éppen már bent tartózkodik, megtagadhatja a mi belépésünket? Azt gondolom, hogy beletartozik, hogy vannak olyan kutyák, akik nem feltétlenül szociálisak, de igénylik a mozgást, és igen, akkor legyünk egy kicsit toleránsabbak. Nyilván, aki benn van, annak is figyelembe kell venni, hogy már várnak az adott területre, és akkor ő is talán egy kicsit rövidebb ideig tartózkodik bent, tehát hogy ez egy kölcsönösségen alapuló dolog, mi szerintem? Amennyiben ilyen helyzet lép fel, nagyjából mennyi idő elteltével érdemes visszamennünk a kutyafuttatóhoz? Fél órát hagynék a másiknak, tehát az egy minimum mozgási idő a kutyának, még az kevésnek is tartom egyébként, de egy fél órát azért illik rá hagyni a másikra. A belépést követően milyen szabályokat kell betartanunk? Mindenképpen figyeljünk a saját kutyánkra, hogy piszkál-e ott másik kutyát, őt piszkálják-e, nyilván az ürítésre is odafigyelek, rendszeresen látni, hogy örjöngenek a kerítés mellett a bent lévő kutyák, én azt is letiltanám, tehát hogy azt se védjék, ne védjék be a területet. Tehát tulajdonképpen ha sétálunk, ugyanezt tartjuk be, figyelünk a saját kutyánkra, hogy mást ne zaklasson, gazdát se nyilván, meg másik kutyát, illetve hogy őt se érje semmilyen inzultus. Mit csinálhatunk, hogyha egy kutya piszkálja a saját kutyánkat? Először a gazdinak célszerű jelezni, vagy már rögtön nevelési eszközöket érdemes bevetnünk? Mindenképpen a saját gazdájának, tehát én kutyámat piszkáló kutya gazdának jelezzem először, és akkor látom, hogy ő hogy áll ebbe a kérdésbe. Sokszor elhangzik az a válasz, de hát az enyém csak játszik. Azt én értem, de az enyémnek mondjuk az már egy kényelmetlen szituáció, akkor is hívja el az ő kutyáját. Misz? Ha ebben nem együttműködő a gazda, akkor én kivonulnék a kutyafuttatóról, tehát ott hagynám a kutyafuttatót, mert felszekedni felesleges, és azt gondolom, hogy én se örülnék, ha az én kutyámat más rendezné, és nekem sincs jogom rendezni más kutyáját. A gazdával kontaktálhatok, felvehetem vele a kapcsolatot, mondhatom, hogy mit és hogy szeretnék, és ha ő ebbe partner, akkor nyilván tudunk tovább együtt funkcionálni az adott kerítésen belül, de ha nem, akkor felesleges újabb vitákat eszközölni. Én elmennék. Látszik Mr. itt a stúdióban, hogy nagyon aktív, ő most mennyi idős? Ő egy 8 hónapos kölyök kutya még ez az első ilyen nyugton kéne lennem szereplése. Fontos, hogy már kölyökkorban elkezdjük a beszoktatást, akár a kutyafuttatóba, akár más területre? Mindenképpen, mert különböző érzékenységűek a kutyák, és van egy úgynevezett imprinting időszak, amikor ugye jóhan mindenféle dologgal a kiskutya megismerkedik, és későbbiekben, hogyha egy érzékenyebb jószágról van szó, akkor problémát jelenthet neki, hogy nem találkozott mondjuk egy másik kutyával. Nagyon tipikus az, hogy azt mondják, de hát két kutyával él együtt egy kertben. Sajnos az se elégséges, mert azt a két kutyát megismeri, annak a két kutyának a szokásait, jelzéseit, mindent tud, viszont más kutyára tolattól is akkor is idegenkedhet. Gyere ide! Hogy néz ki maga a beszoktatási folyamat? Tehát amikor egy kölyök kutyával én belépek a kutyafuttatóba, már rögtön levehetem róla a pórázt?
Szintén felmérném, hogy kik vannak bent, tehát hogy milyen típusú kutyák. Föltennék egy kérdést, hogy szeretik-e a kölyök kutyákat, vagy sem. Illetve javaslott, én azt mondtam mondani, hogy ha van rá kapacitás, akkor egy-két alkalomra elmenni egy kutyaiskolára, úgynevezett kutya oviba, ahol a saját korosztályával lehet a kutya. És ott kontrollált körülmények között ugye megtörténhet az első ismerkedés fajtással és ráadásnak a korabeli kutyákkal, ami azt jelenti, hogy ott nagy játék kerekedik általában az esetek 90%-ába. Ha mégse beilleszthető csoportba a kutya, akkor úgyis lehet egyéb utakat választani, és utána kezdeném el felnőtt kutyák közé vinni. Nyilván, ha ismerem a felnőtt kutyákat, tehát már régen a barátaim vagy ilyesmi, akkor odaengedhetem, de egy vadidegennel azért csak megbeszélem, mielőtt a kis kutyámat odaengedem. Mennyire használható a kutya játéka, akár labdája, vagy különböző kis kütyüje egy-egy kutyafuttatóban? Nem ajánlanám, mert az konfliktus forrás, hogyha egy kutyának van valami, az birtokolja, a birtoklás már dominancia, és esetleg egy másik kutya szeretheti szintén azt a labdát, el akarja venni, és akkor ebből lehet egy konfliktus, vagy a gazdának nem tetszik, mert egyébként az ő kutyája odaadja a labdát, de a gazdának nem tetszik, hogy folyamatosan nem az ő kutyája tud játszani vele. Azt gondolom, hogy boldog együtt labdázás vagy botozás abban akkor lehetséges, ha szintén ismerik már jól egymást a kutyák, meg a gazdák is, és tudják azt, hogy ott nem lesz ilyen dominancia harc az adott tárgyért. A kutyapiszok úgy gondolom, hogy egy örök probléma. Ebben a tekintetben mit lenne érdemes tudatosítani a gazdiknak? Én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor ő lép bele, akkor vajon miket mond, és hogyha a saját kutyáján hagyja ott, tehát hogy sajnos ennek már nem szabadna kérdésnek lenni, hogy mindenkinél ott az acskó, és mindenki vegye föl szépen az ürüléket a saját kutyája után. Ez nem csak kutyafuttatóban, hanem egyébként. Ez egy alap. Így kéne már nevelkedni tulajdonképpen a gyerekeknek is, hogy a ürüléket vegyük fel. Nekem például van most egy 18 napos kislányom, és most már beszél, mondogat szavakat, de azt mondja, hogy kak-sze. Tehát kak-szed föl. Tehát hogy látja, hogy folyamatosan szedjük föl, amikor elmegyünk sétálni, és amikor látja, hogy a kutya gugol, még ha pisil is, akkor is mondja, hogy szed föl. Tehát, hogy ő már így nevelkedik. Szerintem ennek ilyen természetesnek kéne lenni, mert én se szeretek belelépni, és szerintem senki se szeret belelépni. E tekintetben egyébként tapasztaltál bármiféle változást, akár itt a rákosmenti lakosok tekintetében, tehát mennyire szedik össze a kutyapisztkot maguk után a gazdik? Nincs rálátásom, én azt gondolom, hogy javuló tendenciát mutatunk, de még mindig nem elégséges. Most itt mentem egy kört a stúdió körül, és találtam pár dolgot, amit itt séta közben. Én vittem a kis zacskómat, de kerülgettem a dolgokat, tehát hogy azért nem vagyunk ebbe az élen vezető város vagy ország sem. Igen, ezt sajnos én is így gondolom. Örökbefogadott kutyánál egyébként más maga a beszoktatás? Amikor elhozzuk a kutyát, akkor ugye célszerű ott informálódni, hogy milyen kutyákkal. Egy menhelyi kutyánál körülbelül 2 hónap még megszok a gazdánál, és akkor kezdi az igazi arcát mutatni. Tehát, hogy addig is érdemes nyilván összeismertetni kutyákkal, úgyis mutatni fogja ő, hogy ő ezt mennyire szociális, de igazán 2 hónap után lehet látni, hogy milyen a kutya. Nincsen semmi különösebb szabályrendszer rájuk vonatkozóan, csak nem kell megijedni, amikor 2 hónap után egy kicsit más arcot mutat a addig visszahúzódó kutya, mert már beszokott. Amennyiben nincs a közelünkben kutyafuttató, milyen szabályokat kell betartanunk, akár a pórázon való sétáltatásnál, akár anélkül? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert azt gondolom, hogy elvárható az a kutyásoktól, hogy vegyék föl a ürüléket, úgy elvárható lenne, hogy legyen kutyafuttató is számukra, tehát ez a kölcsönösség elvének működnie kéne. Remélem, hogy azért van olyan, hogy legalább egy pici kis futtató van, még hogyha az nem is elégséges a kutyák lemozgatására. Mindenképpen ugyanaz, tehát, hogy a pórázon van a kutya, én ala van eleve minimálisan barátkoztatnék, tehát, hogy kontaktálnék előtte, milyen a kutya, stb. Ha odafutnak én hozzám, és az enyémek pórázon vannak, szintén vagy megkérem, hogy fogja meg, vagy akkor megkérdezem, hogy milyen. Tehát, hogy ugyanaz, ahogy beszélek a gazdával, kommunikálok, hogy mi és hogy, és hogyha úgy érzékelem, hogy nem megfelelően érzékeli ő a kutyáját, tehát ő azt mondja, hogy barátkozik, és közben nem, akkor elmegyek onnan.
Vannak olyan helyzetek, területek, amikor mindenképpen használnom kell pórázt? Hát jogszabályilag mindenképpen használni kell pórázt, és azt gondolom, hogy mondjuk egy forgalmasabb út, vagy bármi, ha nincsen 100%-os járdaszabálya a kutyának, akkor mindenképpen használunk kéne pórázt, meg egyébként is használni kell pórázt. Ezért remélem azt, hogy van olyan kutyafuttató az adott területen, ahol a gazdák le tudják mozgatni a kutyájukat, mert sajnos, ha tetszik, hanem egy pórázós séta nem feltétlenül minden kutyának kielégítő mozgásigényileg. Mikor kell használnom szájkosarat? Erre is van egy jogszabály. Egyébként meg, hogyha veszélyes a kutya saját, tehát emberre, vagy a saját fajtására, akkor mindenképpen célszerű biztonsági perspektívából rátenni egy kosarat, ugyanis előfordulhat, hogy valaki nem tudja a saját kutyáját kezelni, és odafut. Misza? Amennyiben tömegközlekedési eszközzel utazom, akkor szintén igénybe kell vennem? Ott mindenképpen igen, igénybe kell venni a szájkosarat, hogyha beviszem egy ilyen fajta közlekedésre. Erre esetleg van különféle módszer vagy technika, amivel elősegíthetem azt, hogy a kutyám megszokja ezt az eszközt? Igen, úgynevezetten bele lehet etetni a szájkosárba, tehát nem az van, hogy rögtön fogom és rávágom a kosarat, hanem elkezdem bele etetni, és akkor, amikor már önmaga beleteszi a kis pofáját, akkor kezdem el rácsatolni. Úgy tudom, hogy bizonyos esetekben létezik egy úgynevezett sárga szalagjelzés. Ez mit jelent pontosan? Ez egy népi kezdeményezés, úgy mondjam. Azt jelenti, hogy ha rajta van a pórázon ez a sárga szalag, az azt jelenti, hogy veszélyes a kutya. Vagy emberre, vagy saját fajtásra, és nem célszerű odaengedni. Egyébként is azt gondolom, hogyha jönnek szembe pórázon, és az enyém valami oknál fogva szabadon van, akkor nem engedem oda, mert valószínűleg okkal van az a kutya a pórázon. Ha meg látom rajta a sárga szalagot, akkor még figyelek is arra, hogy lehetőleg ne ingerelje az enyém, és hagyjon neki kellő távolságot. Tehát én ezt jó ötlet megtartom, mert a szembe jövő kutyát akkor rögtön fel lehet mérni, hogy ő barátságos vagy sem. Ha rajta van a sárga szalag, akkor nyilván egyértelmű, hogy nem célszerű vele kontaktálni. Az elmúlt percekben számos fontos információt osztottál meg velünk. Az említettek mellett esetleg mire hívnád fel a nézők figyelmét? Azt gondolom, hogy nagyon jó a kutyafuttató abban az esetben, ha tényleg kielégítő a kutyánk számára. Ha máshol ugye nem tudjuk elengedni, akkor mindenképpen egy ilyen területen kell elengedni, és jó, hogyha a kutyafuttató tényleg olyan minőségű, amiben szeretünk is lejárni, és hát az a szokásos probléma, hogy ne sajátítsuk ki, tehát ez az nagyon fontos. Torukkal, illetve misztával is találkozhatnak az érintettek valamelyik kutyafuttatóban? Megmondom őszintén, hogy a öregem az igen nagy mozgásigényű, és a kiskutya is, tehát hogyha én tehetem, akkor kimegyek határszélére, erdőre, vagy bárhova, és sokkal nagyobb mozgást adok nekik, mint egy kutyafuttató. Bár nem az a kerületben, de itt a szomszédos kerületben van olyan park, ahol nincs kifejezetten körbekerítve a kutyafuttató, csak ki van táblákkal jelezve. Ott is azért eléggé kontrollálatlan, tehát szabadon, mert nyilván az én kontrollom alatt tudnak menni, és az sokkal jobban kielégíti őket, mint mondjuk egy kis területre bemenni, ahol körbe mennek, és 10 perc alatt már minden szagot ismernek és éreznek. Nagyon szépen köszönöm, hogy jelen voltatok a én stúdióban. Is köszönöm. Önöknek, kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten ismét zöld közelben, addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!